A Magyar Közösség pártja első alkalommal hirdetett fotópályázatot, amelyre 100 fotót küldtek be. A versenybe amatőr fotósok műveit várták három kategóriában. Felvidék tájai, felvidék városai és a felvidéki ember. A legtöbb a természetfotóból érkezett. Az emberek úgy látszik, és szerintem ez általánosítható is, szeretik a szépet, szeretik a nyugalmat. A közel 100 pályázó közül válogattuk ki a szakmai zsűrivel azokat a fényképeket, amelyek a 2016-os falinaptárunk részét képezték, illetve itt a fénykép kiállításon megtekinthetők azok a fényképek is a falinaptárból, illetve még válogattunk hozzá fényképeket. A verseny győztese a Kulcsodi Petőc Gyula lett, aki egyúttal a legtöbb közönségszavazatot is kapta. Gyula a felvidéki ember kategóriában nevezett, de szívesen fényképez a természetben is. Hogyha kedvem van, kimegyek, megörökítek pár jó képet, vagy családi alkalmakkor főleg nagyon jó, hogyha tényleg jobb minőségű képeket lehet készíteni, és esetleg majd utókornak meghagyhatjuk majd. Az érdekelt engem, hogyan megtanulni a technikáját, a helyes beállításokat megtalálni. Nem csak mindig automata módon fényképezni, mint hogy a mai fényképezőgépeken van, hanem tényleg valamit önállóan belerakni abba a képbe, hogy igen, ezt a képet, ezt én hoztam össze. A fotópályázat második díját Bálint Stefánia Álmodó Tiszapart című fotójával, a harmadikat pedig Spalovszky Tamás Pozsonyi Vár című alkotásával nyerte el. A tárlat május végéig várja a látogatókat.